EB ezüstöt nyert. És most 19 év elteltével ismét itt van a legjobbak között. Akikről lemaradtunk a bemutatásnál, az a norvég Stiberg, az egyesen és a spanyol Marina Garcia. De nem valószínű, hogy róluk szólna ez a fut, hanem sokkal inkább Julia Jefimováról. A rózsaszínben pompázó, rózsaszín sapkában pompázó porosz lányról, aki a 2007-es debreceni rövidpályás EB-n mutatta először meg az oroszlán körmeit. Akkor megnyerte az 50, a 100 és a 200 mell aranyérmét is, azóta pedig csak tovább fejlődött. Ő az Európa csúcstartó, most a 18 századdal van elmaradva, Jenny Johansson, az Európa csúcs részidőtől, Jefimova a tavalyi világbajnokságon, amikor második lett, Rebecca Szoni mögött, akkor úszta azt a bizonyos Európa rekordot. Ugye ne felejtsük el, most még csak középdöntőről van szó, tehát biztosan maradnak még tartalékok. Jefimova pedig egy megfontoltabb kezdés, egy viszonylag lazább első 50 után repül a vízen a második 50 méteren, tanítani való technikával simán nyeri ezt a futamot, és nagyon jó időeredménnyel új Európa bajnoki csúcsot úszik. 1 perc 7 másodpercen belőle tud kerülni, és a második helyezett Johanssonnak majdnem másfél másodpercet ad. Bondarenko pedig nem utolsó, hanem hetedik ebben a futamban. Megemelem a most nem létező kalapomat előtte. Jefimova pedig megdönti Hanna Kristyunova 2006-os Európa bajnoki csúcsát. És jobbat úszik egyébként, mint a 2007-ben még fent álló Európa rekord. Ugye ezt a 2007-et azért említem, mert az utána következő két évben úsztak csodadresszben. De ilyen hagyományos textildresszben még senki sem volt Európában ilyen gyors, mint most Julia Jefimova. És nem is úszta ki magát, meggyőződésem, hogy még